Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Önök a Zemplén TV Sport magazinját látják. Egy szenzációs magyar, illetve sátoralja újhelyi vonatkozású hírrel kezdjük sportműsorunkat. Kun Ádám, akinek pályafutása Zemplénben indult, a németországi BMX Pro Freestyle világbajnokságon első helyezést szerzett, a verseny azonban korántsem volt sétagalop. Az elődöntőből 12 versenyző jutott a döntőbe, ahová Ádám a 11. helyen kvalifikálta magát. A nagy megmérettetés előtt egy órával még a hotelben feküdt lázasan, és kétséges volt, hogy elindul-e a döntőben. Végül úgy döntött, hogy lázasan is vállalja a versenyt, és sikerült egyetlen hibával bemutatni gyakorlatát, amelyre 3 perc állt rendelkezésre. Kun Ádám korábban már kétszer is volt világbajnok, 2002-ben amatőrként 16 évesen, 2010-ben pedig profi kategóriában. Most nézzük a világbajnoki címet jelentő szenzációs gyakorlatot. Goes to
Következő összeállításunk is kapcsolódik a kerékpárhoz, ám ennek szomorú aktualitása van. 2012 nyarán egy tragikus kerékpáros sportbalesetben vesztette életét a sátoraljaújhelyi Kocsi Zoltán. A fiatalember hobbija volt a sport, melyek között a tollaslabda is szerepelt. A barátok az évfordulón egy ilyen versennyel emlékeztek meg Zoliról, melynek a városi sportcsarnok adott otthont. Nyarán tragikus kerékpárbalesetben hunyt el Kocsi Zoltán. A sors különösen kegyetlen volt hozzá, hiszen egyik nagy szerelmét és egyben halálát jelentette a kerékpársport. A kerékpározás mellett a tollaslabda is számos baráti kapcsolatot hozott életében, s az egykori játékostársak talán nem is állíthattak volna szebb emléket Zolinak, mint hogy egy emlékversenyen sporttal idézzék fel az együtt töltött perceket. A sátoraljaújhelyi városi sportcsarnokban családtagok, barátok, sporttársak tisztelegtek főhajtással és játékkal Kocsi Zoltánra. Zolival tulajdonképpen mi rendszeresen jártunk egy csapatba tollaslabdázni már néhány éve. A feleségemnek is kollégája volt, tehát több szálon kapcsolódtunk egymáshoz. Nagyon kedves, barátságos, segítőkész gyereknek ismertük meg, és hát sajnos ez a nagyon szomorú eset adta apropóját annak, hogy ezt megszervezzük, ezt a bajnokságot. Igaz, valamikor még vele tervezgettük, hogy majd egy ilyen bajnokságot fogunk szervezni, hogy akik a környéken szeretik a tollaslabdát, azok jöjjenek és mérkőzzenek meg egymással. Esetleg olyanok is természetesen, akik eddig nem játszottak, és ismerjék meg, hiszen egy nagyon intenzív és izgalmas sportág, csak kevesen ismerik még. De hogy látod, mit jelentett Zolinak a sport, hiszen te testnevelő vagy, te azért látod, hogy kinek mit jelent a sport? Amit én tapasztaltam vele kapcsolatban, azok csupa pozitív dolgok. Így volt ez a sporttal kapcsolatban is, hiszen nem csak a tollaslabdázást imádta tulajdonképpen, hanem nagyon sokat járt kerékpározni a hegyekbe. Sokszor terveztük, hogy majd elmegyünk közösen is, bár én mondtam neki, hogy Zoli, én már fiatal vagyok, és idős vagyok ahhoz, hogyha a csontom törik, hogy azt megvárjam, míg beforrik. Hát sajnos, hogy ez a helyzet ez így alakult, így hozta a sorsa. De azt tudom, hogy nagyon szeretett sportolni. Hogy látod, illetve hogyan lehetne szélesíteni a tollaslabda barátok táborát itt Sátoraljaújhelyen? Mai versenyre szép számmal összejöttek, azt hiszem, versenyzők. Igen, nem gondoltam, hogy ilyen sokan leszünk azok, akik már valamikor játszották ezt a sportot. Azt egy kicsit sajnálom, hogy olyanok kevesen vannak, akik most szerettek volna vele megismerkedni, de úgy gondolom, hogy nem szabad feladni. Egyébként is hagyományt szeretnénk teremteni ezzel a tornával kapcsolatban, úgyhogy remélem, hogy legközelebb sokkal több érdeklődő lesz, és olyanok is, akik szívesen kipróbálják, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek tetszene ez a sport. Mi a forfangja ennek a játéknak? Sokan talán egy könnyed kis játéknak gondolják, de azt hiszem alaposan átmozgatja az embert. Aki azt hiszi, hogy egy könnyed kis sport, azt javaslom, hogy jöjjön el, és játsszon egy vagy két mérkőzést, és akkor fogja érezni, hogy azért nem olyan könnyed dolog ez. Nagyon sokat kell mozogni, gyors, dinamikus, lendületes játék, főleg az egyéni mérkőzések, de természetesen, ha már egy olyan technikai szinten eljutott az ember, akkor a páros is nagyon izgalmas és mozgalmas tud lenni. Három éve volt kollégám, amikor tragikus hirtelenséggel meghalt baleset következtében. Egy baráti társasághoz csapódtunk, illetve én már 6 éve jártam tollasozni, amikor Zoli kollégám lett. Akkor adva volt a helyzet, hogy a délutáni szabadidőt hogy töltjük el. Nagyon ragaszkodott hozzám, mint férfi kollégájához. Minden szabadidőnket úgymond együtt töltöttük a hétvégét, és nagyon sok rendezvényen vettünk részt. Szeretett hozzánk járni, jó baráti kapcsolatot ápoltunk, és megkedvelte, nagyon megkedvelte ő is ezt a sportágat. Jó volt kiereszteni a munka után a gőzt, kötetlenül beszélgetni. Szerettünk viccelődni, nagyon sokat
viccelődtünk, mulattunk. Te hogy ismerkedtél meg ezzel a sportággal? Mi a szép ebben a tollaslabdában? Kollégám még jártak tollasozni, amikor elhívott, hogy ismerkedjek meg vele. Azon nyomban beleszerettem, úgymond már a második alkalom hiányzott, vártam, hogy mikor mehetek ismét. Nagyon megszerettem, mert csendes, tiszta sport, nincsenek ütközések, balesetveszély szinte elő sem fordul, közben beszélgetni is tudunk, amíg pihenünk. Szeretjük ezt a sportot, mert tiszta játék. Sokan inkább strand sportnak tartják ezt a tollaslabdát, de hát ez igazából a teremsport. Te hogy látod meg, honosodhat ez egy sátorra jó helyen? Talán ez az emlékverseny is segíthet ebben? Nagyon remélem, hogy fog segíteni. Igen, amikor beszélgetünk barátokkal, hogy mit csinálunk, mivel sportolunk, hát mulatnak egyet, nevetnek magukba, hogy tollaslabda ugyan mire való az kislányok sportja, de ha megpróbálják ezt, hogy milyen területet kell befutni a labdák után, akkor mindjárt másképp gondolnak rá. Igen, nem egy foci, ami annyira népszerű Magyarországon, minden a foci, esetleg kézilabda. Nagyon szeretnénk, ha ez a sportág itt is megvalósulna, hogy legközelebb hozzánk Nyíregyházára járnak, akik szeretik ezt a sportot. Mi is elmentünk párszor. Hát a távolság, ugye családtól távol, annyira nem tolerálja néha a család, hogy mindig távol vagyunk tőlük. Nagyon szeretnénk, hogyha ezt itt Újhelybe, egy a gyönyörű csarnokba, mert tényleg itt a környéken ilyen, nem is tudom, hogy hol van legközelebb, ez megvalósulhatna a jövőbe. Szeretnénk, hogyha ebből egy hagyomány lenne, és sokan megismerkednének, belekóstolnának. Biztos vagyok benne, hogy megszeretnék ezt a sportágat. Reméljük, hogy megmarad ez a hagyomány. Peti, te testnevelő vagy, és testnevelőként bizonyára sok kedvenc sportágad van, de én úgy tudom, hogy a tollaslabda is az egyik ilyen kedvenced. Én alapvetően tornász voltam, és így fokozatosan kezdtem a versenysportról áttérni a hobbi jellegű sportokra, de valahogy a jóisten úgy adta, hogy megint visszakerültem a versenysportba. Most tollaslabdával foglalkozom. Nehéz összefoglalni az, hogy mi a szépsége. Alapvetően maga a dinamizmusa, megfog, a gyorsasága, alapvetően van benne, hát nyilván a technikai tudás hatására azért bizonyos fokú elegancia is, az ütőhasználat és egyébek, tehát úgy önmagában egy nagyon szimpatikus, amellett, hogy nagyon fizikálisan és nagyon megterhelő. Egykoron játszott tereken, strandokon, igazából azért van teremsport ez, de minthogy egy picit a népszerűségéből vesztett volna az elmúlt évtizedek során, mennyire lehet megszerettetni a mai fiatalokkal, megismertetni? Így van. Hát alapvetően igen, van az a képzet az embereknek, hogy Balatonpart, szélcsendes idő, és menjünk ki ütögetni, számoljuk, hogy meddig tudjuk a labdát fenntartani. Szerintem a tollaslabda igazán nem volt, mint versenysport, annyira elterjedve. Régen sem. Mostanában pedig egy-két módosabb cégtulajdonos és a Tollaslabda Szövetség közreműködése által már újra kezdik megismertetni a tollaslabdát, mint versenysportot. Tehát mindenképpen bizakodva tekintünk elé. Mivel az utánpótlásra helyezik a hangsúlyt a Tollaslabda Szövetségben is, ezért mindenképpen az alsó tagozatokban, általános iskolákban, esetleg középiskolákban kezdik megismertetni. Tehát mindenképpen az alapoktól szerintem sikeresen eljuthatnak, akik olyan motivált játékosok a versenyig. Ez a mai bajnokság egy sportembernek állít emléket, hogy látod? Mennyire állíthat egy ilyen bajnokság emléket egy sportembernek? Hát egyrészt az, hogy a barátok emléket egy tornával tisztelegnek egy volt csapattársuk emlékére, ez már egy tiszteletreméltó cselekedet. Az, hogy a sportág népszerűsítésével kötik ezt össze, az pedig szintén egy nemes dolog, hogy főleg egy...
nem mondom, hogy mostoha régió, de mindenképpen háttérbe szorul a sportágok széles körűségeit a zempléni régióban, ezért mindenképpen fontosnak tartom, hogy megismertessék. Csabáiknak ez egy kiváló kezdeményezésük volt, ahogy előzőekben Patakon is voltak tollaslabdák, tehát hogy megismertessék, és mind szélesebb körben. Legalább halljanak az emberek róla, hogy van ilyen. A mai Kocsi Zoltán emlékversenyt szebbé, színesebbé teszi a hölgyek fellépése, de milyen ez a tollaslabda hölgy szemmel? A tollaslabda mindenképpen egy olyan átmozgató sport, amit mindenkinek tudok ajánlani. Abból a szempontból egyoldalú, hogy vagy jobbkezes, vagy balkezes sport, de minden izmot megmozgat. Ugrálni lehet, és az a legnagyobb előnye, hogy nem egy monoton sport, nem egyéni, hanem játék, tollaslabda játék. Ezért a lányoknak is ad egy olyan fajta kihívást, hogy akár a férfiakat is legyőzhessék. Mit lehet furfangot bevetni a hölgyeknek a férfiakkal, hiszen itt kevés hölgy van, és sok férfival kell játszani? Furfang talán inkább itt az előnyöket, a személyes adottságokat lehet kihasználni, és én különösebb furfangot nem szoktam bevetni. Az a legfontosabb, hogy nem szabad elbizakodottnak lenni. Ezzel már saját magát tudja tuningolni az ember. Hogyan ismerkedett meg a tollaslabdával? Talán egy kicsit elfeledett sportág lett. Annó játszótereken, strandokon is játszották játékszerűen, de a versenysport ugye azért teremben zajlik. Így van. Én már kis korom óta tollasoztam a házunk előtt, a dombon, a mezőn, a téren, mindenhol. És aztán egy olyan 2 éve kezdtem el hobbi szinten, illetve akkor találkoztam egy olyan társasággal, akikkel edzés szinten játszom már, illetve járunk versenyekre, aminek nagyon-nagyon örülök, mert nagyon-nagyon megszerettem. Miskolcról érkezett erre a mai emlékversenyre. Hogy jött ez az érkezés, honnan ismerte ezt a versenyt? Tehát a párom révén kerültem ide, ő sárospataki, és tulajdonképpen az összekötetés az innen jött. És automatikus volt, hogy akkor együtt jövünk. Egy ilyen verseny mennyire állíthat emléket egy sportembernek, hiszen ennek a mai versenynek az is a célja? Mindenképpen nagyszerű esemény ez egy emlékezésnek, hiszen minden egyes a labdamenetnél, illetve a szetteknél is az a játék tiszteletével tisztelgünk azért is, akiért ez az egész verseny meg lett rendezve. Hogy látod, ez az emlékverseny segíthet esetleg majd kiszélesíteni itt a tollaslabda életet Sátorai új helyen? Kijelenthetjük, hogy most már ebből hagyomány válik, évről évre meg lesz rendezve ez a Kocsi Zoltán emlékverseny? Mi ezt minden éven szeretnénk megrendezni a következő években is, de szeretnénk, hogyha nem csak ennek az apropónak kapcsán kerülnének ilyen mérkőzések és ilyen versenyek ide a sportcsarnokba, hanem ezen túlmenően évente még legalább 2 ilyen tornát szeretnénk szervezni, és én úgy gondolom, hogy ha elég kitartóak vagyunk, a média is segít nekünk ebben, akkor mindenféleképpen sokkal többen meg fogják ismerni, és ha más nem, kíváncsiságból le fognak jönni, megnézni, hogy mégis hogy zajlik ez, és hát ha kedvet is kapnak hozzá. Földön, vizen, levegőben. Ez is lehetne a mottója a sárospataki modellezőknek, akik az elmúlt hétvégén a pataki repülőtéren tartották meg hagyományos bemutatójukat, mely óriási sikert aratott gyerekek és felnőtt nézők körében egyaránt. Kötelékben szálltak fel a gépek a sárospataki repülőtéren, s a földön cross-autók száguldoztak, ugráltak. Ezen látványosságok csak egy részét képezték a sárospataki modellező klub hétvégi nyílt napjának, mely a gyerekeken kívül a felnőtteknek is nagy élményt jelentett. Ez a modellező klub már 1974 óta működik, és folyamatosan bővültünk tagokkal.
Eleinte hajózással foglalkozunk, hajóversenyekre jártunk, majd az elmúlt ilyen 5 évben kezdtünk el úgy igazán autózni és repülőzni is, és külön-külön ilyen szakosztályok vannak ennek a csoportnak. A mai napon elsősorban repülők és automodelleket lehet lesz majd látni. Különböző típusúak, akrobatgépek, szkélgépek láthatóak, autóban meg buggy, trágy és ilyen terepautók. A fűben lapulva fedeztük fel ezt a különleges járgányt, melyet egyedi tervek alapján épített Jaskó László villamosmérnök hallgató. Ez egy saját építésű lánctalpas, 16 kg, 1,6 kW-os összteljesítmény, és hobbi célra építettem. Mit tud ez a járgány? Ez mindenen átmenni, nincs akadály előtte. Ezek a robbanó motoros crossautók nem csak kinézetben, hanem technikai paraméterekben is felveszik a versenyt a nagy testvéreikkel. Ez egy 35 centis motor van, benzinmotoros benne, kétütemű, és hát égszíjas áttétellel, kb. Olyan 50-60 környék kilométer sebességgel tud menni. Négykerék meghajtásos, olajteleszkópos. Más nem is tudok olyan. Ez egy nagy teljesítmény, nagy számít, hiszen alig van súlya igazán. Hát egy olyan 15 kiló súlyjal rendelkezik, úgyhogy ahhoz képest van ereje. Mint egy fűrészmotornak a teljesítményét le tudja adni végül is. Erővel rendelkezik. Három és fél, illetve 4,6 köbcentis nitrometán-metilalkohollal üzemelő motorok. Körülbelül mutatom, ekkora a motorja, ez egy hibás belső rész már. Körülbelül 30 ezres fordulatszámmal üzemelnek, élettartamuk a pár órától 10-20 óráig terjed. Léghűtésesek, üzemi hőfok ilyen 130-150 fok ilyenkor nyáron. Mennyire nehéz kezelni őket így ezzel a távirányító készülékkel? Milyen élvezetet ad? Ezeket a legegyszerűbb vezetni gyakorlatilag, mert csak fék van, gáz és kornál jobbra-balra. Hát a vezetésük viszonylag egyszerű. Hogy jött az ötlet, hogy ilyen modellezésbe fogjál, mióta foglalkozol vele? Én körülbelül 20 éve foglalkozok vele. Édesapám vezette a Sárospataki Modellező Klubot, és így természetes, hogy belecsöppentem. A légtérben feltűnt egy katicabogár is, mely azonban kezes bárányként engedelmeskedett gazdájának. 40 gram, úgyhogy azért picit elég nehéz, mind a látszat rá, de elég is stabil, a propellok szintén nem törnek rajta, a légcsavarok, annak ellenére, hogy csak műanyag. Uh-huh. Eleinte attól féltem, hogy a légcsavar fog rajta törni, de közben ez még gyárilag van hozzá még egy ilyen szett a légcsavar. Meg a motoroktól féltem, hogy ez még régi kommutátoros egyirányú motor, hogy idővel elmennek, de nem melegednek, úgyhogy a motor is én szerintem nagyon sokat fog kibírni rajta. Aha, volt már egy kisebb koaxiális helim, és szintén már több mint egy éve, szóval is semmilyen motorral nincs probléma rajta, úgyhogy a motor is gondolom, hogy nagyon strapabíró lesz. Így felnőtt korban mit ad az embernek ez a modellezés? Visszavisz egy kicsit a gyerekkorban, vagy hát egy nagyon komoly hobbivá válik ilyenkor? Visszavisz minket a gyerekkorban, és ez nagyon jó, mert ki is kapcsolódunk, de ugyanúgy emellett nagyon sok tudás ad nekünk, és mindig vannak új dolgok, amiket szeretnénk megoldani, és harcolunk a fizikai dolgokkal is. Vannak követőitek itt a városban, a környéken? Meg lehet szeretetni a gyerekekkel, fiatalokkal? Folyamatosan bővülünk, mindig vannak új tagok, mindig vannak lehulló tagok, egyre több fiatalt érdekli, mert most már egyre könnyebb hozzájutni az ilyen modellekhez, alkatrészekhez,
és a közeljövőben szeretnénk a régi múltat feleleveníteni, és szakköröket szeretnénk indítani, és táboroztatást is. Itt az igazi júliusi kánikula. Ilyenkor a legjobb dolog a vízparton felfrissülni, esetleg a hullámok hátán lovagolni. Most egy ilyen összeállítás következik Zborai Ildikó wakeboard bajnok előadásában. White guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. Ezzel az összeállítással véget ért mai műsorunk, tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!